mission to build a zoo. Hello, hello, sziasztok, én a Zoo Direktor vagyok, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon és az Aspen Zoo-ban. Ugye az előző részben láthattátok azt, hogy Gábor kifutója nyerte a pályázatot, ez a gyönyörű kifutó, amit éppen most láthattok, amit ugye az örvös medvék kaptak, és azóta picik is születtek, igen, megtalálom őket, itt van, ugye Xiang, két egyébként aranyszínű fiúval ajándékoztak meg minket a mi kis örvös medvénk, és egyébként a lényeget nem is mondtam nektek, és nem is mutattam, és én nem tudtam, hogy vannak színváltozatok az örvös medvéknél, de képzeljétek el, és nem azt elfelejtettem mondani nektek az előző részben, hogy egy aranyszínű kislány macink van, milyen meg is mutatom, igen, tehát ez a golden, az aranyszínű macink van, ami egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép, és ugye ennek ilyen szinte teljesen sötét, hogy feketének kéne lenni, most jól berakta ide az arcát ebbe a mászófába, de hogy ilyen világos barnás foltos, úgyhogy nagyon-nagyon szép, nem születtek egyelőre aranypicik, de hát majd meglátjuk, nem is láttam még egyébként hímet, vagy többet ilyen olyan színű maciból. Amikor ugye így keresgéltem az Aspen Zoo-hoz az állatokat, akkor így hirtelen felfedeztem, és nagyon gyorsan rá is nyomtam, hogy akkor nekem ez kell. Én még eddig nem találkoztam vele. Ugye ráadásul egy arany nőstény, tehát nagyon szerencsések vagyunk. Úgyhogy a mai nagy építkezés előtt nézzünk egy kis menedzsmentet. Igazából túl sok dolgunk, hál' Isten, nincs az állatkertel. Most mindjárt nézzük, hogy van-e valami javítani való, nincsen. A látogatóknak az oktatásáról majd a mai részben fogunk kicsit gondoskodni, ugyanis egy nagyon nagy ilyen oktatási pontot fognak kapni, illetve mennek a túrák, és szerintem ettől majd, illetve ezek az idegen vezetések, és ettől majd szerintem egyre jobb és jobb lesz az oktatási szint. Azt mondja, hogy átléptük az 1 millió dolláros határt, lassan másfél milliónál tartunk, szerintem nagyon-nagyon jók vagyunk. Ugye a látogatónak oktatásával, illetve a szomjúsággal van gond, de ezt is szerintem a mai részben ezt is orvosolni fogjuk majd. Minden más egyébként nagyon jól áll. Úgyhogy szerintem szuperek vagyunk. Annyi, hogy igen, ja, a gondozókról és mindenféle alkalmazottakat kellene, én most mindenkit fogok. Nem tudok? Miért nem tudok? Ja, mert csak, jó, így. Szóval mindenkit én most tréningelek, vagy tréningezek, főleg ugye az oktatóinkat kell. Felvettem jó pár oktatót, és őket ugye itt látjátok, hogy beraktam ehhez az idegenvezetéshez hármat. Föl kell vennünk még egyet, és akkor lesz meg, hogy egy évben akkor négy indulhat. Ezt ne felejtsetek el, hogy amikor ugye egy ilyen idegenvezetős túrát beraktok az állatkertbe, hogy akkor ahhoz négy oktatót kell fölvenni, és ezeket nagyon-nagyon kell aztán tréningezni, mert mindjárt téged is ide raklak, ezt mondja, így be is raktalak a felhúzomba, szóval nagyon kell őket tréningezni, különben nem lesz megfelelő az értékelése itt a túrán, de mindjárt meg is nézem, hogy mit mondanak erről. Igen, sokkal jobb most már. Ugye az educatornek a skill-je és a personality-je, ugye ez az ő tréningezésén múlik, ugye ez nem az igazi. Hát a túrnak a layout-ja, vagyis ugye az elrendezése és ahogy működik, hát nem iktattam be túl sok pihenős pontot, lehet, hogy ezen majd kell változtatni. És gondolom mindez azt eredményezi, hogy a látogatóknak a boldogság szintje, vagy az elégedettsége az egy picit alacsony, de nem baj, majd szépen hagyjuk, hogy ezek így fussanak, ezek a dolgok, és akkor működjön. Azt mondja, hogy mindjárt meg is nézem, hogy van-e bármi dolog. Azt mondja, hogy nincsen. Mindenki egyébként, akit felvettünk ide az állatkertbe dolgozni, Ági, Máté és Beki is csodálatosan gondozza a mi állatainkat. Én azt gondoltam, megmondom őszintén, és igazából nem kértem ki erről Gábor véleményét, de szerintem, mivel ő készítette ezt a gyönyörű kifutót, ezért mi lenne, hogyha a gondozó is ő lenne, és át is írtam, úgyhogy mostantól Gábor gondozza az örvös medvéinket.
És hát nem maradhat ki, ugye az előző részben az állatkertbe bekerült Takinok gondozójának az elnevezése is, úgyhogy mindjárt meg is nézzük, hogy ki gondozza a Takinokat most ebben a pillanatban. Aha, és aki jelentkezett rá, ő nem más volt, mint Réka, úgyhogy mostantól Réka gondozására bízzuk a Takinokat, de úgy tűnik, hogy már szépen dolgozik, és ugyanis szépen-szépen szedegeti össze a kakát. Úgyhogy köszönjük szépen, Réka, a szuper munkát. Nincsen nagyon sok dolgunk, kaptunk valamit ajándékba, ugye, jó, hát szaporodtak nekünk az állatok, az jó, ezt vissza is engedtem a vadonba sokat. Nincs nagy dolgunk szerintem az állatmenedzsmenttel, elpusztult egy szép leucisztikus pingvinünk. Ó, és még egy, jaj, szegénykém, igen. Még egy szarvasunk is, idén szarvasunk is. Szóval nagyon sok dolgunk nincsen, inkább az állatokat kellene átnéznünk, mert ott vannak szerintem dolgok, amiket meg kell tennünk. Például nagyon-nagyon kevés úgy tűnik, hogy már a sarkirókánk, mert ugye mindegyiknek adtam tablettát, úgyhogy most ezeket szépen azt mondom, hogy nyugodtan szaporodjatok, ha bár olyan idősek, hogy valószínűleg nem fognak, úgyhogy keresünk rókákat, jó. Keresünk esetleg sötétet és világosat és mindenfélét. Rengeteget nem akarnék rájuk költeni. Hát, igen, mondjuk az nem olyan rossz. Na jó, lehetsz te. Nézzük, egy két csajszit nézzünk. Ő is például egy jó kis csajszit. Ugyanonnan van? Hát, ugyanonnan vannak. Te is ugyanonnan vagy, igen. Nem szeretek ugyanonnan venni, mert gyakran egyébként ugye rokonok, de az nem az igazi. Jó, két lány, megnézzünk két csávót, és abból esetleg az egyik lehetne mondjuk fekete, vagy ez a sötétebb verzió. Hát el nem vagyunk árasztva. Az a baj, hogy ugyanaz a valaki rakott föl, mindegy, hát vegyük meg, aztán majd lesz valami. Jó, ezt a fiút vegyük meg, és aztán majd kezdünk bele valamin. Na nézzük, jó. Mindegyiket be is tehetjük. Ennyi fiút vettem? És véletlenül fiúkat vettem? Én nem akartam ennyi fiút venni. Azt hittem, valamiért akkor most azt jól benéztem, én lányokat szerettem volna venni. Jó, berakjuk őket ide, és meglátjuk, hogy ki lesz a... Akkor most nem tudom, mit csináltam. Szóval meglátjuk, hogy ki lesz majd itt a fő... Aha, igen, el is pusztult itt időközben még egy. Meglátjuk, hogy akkor ki lesz itt a főnök. De neked adunk is gyorsan, hogy ne szaporodjál, mert nem vagy túl jó genetikájú. Oké, ő meg pedig rendeződni fognak, hamarosan rengeteg lesz. A király pingvineknél azt csináltam, most ők összesen 96-an vannak, hogy megengedtem 2-3 párnak, hogy szaporodjon. Igen, három párnak engedtem meg, hogy szaporodjon, és akkor ők ott szépen egy-egy utóddal fenntartják a populációt. Rengetegen vannak, úgyhogy nem kell nagyon rájuk nézni. A szarvasokra... Igen, ezt elfelejtettem mondani, hogy van ilyen kis megszökős problémánk a maciknál, ugyanis úgy tűnik, hogy erre ugye ők fel tudnak mászni, úgyhogy én most ezt megszüntetem, hogy erre fel tudjanak mászni. És akkor ugye így kilógnak egy kicsit, de lehet, hogy csak bejjebb kell egyébként húznom a láthatatlan kerítést, de most megpróbálkozom egyelőre ezzel. Egyébként erre nagyon-nagyon-nagyon szuper megoldás egyébként az, hogy ki lehet kapcsolni a mászásnak a lehetőségét. És ennyi, és már ki is kapcsoltuk, úgyhogy őt most szépen... Hogy jó, most akkor őt szépen elkapják. Nagyon jó, reméljük, hogy ez megoldja a dolgokat. Szóval vissza az állatokhoz. Igen, rénszarvas fronton nem vagyunk túl jók. Megmondom őszintén, hogy sajnos olyan sok minden volt most a hétvégén, hogy nem tudtam Ágival kontaktálni ezekkel a rénszarvasokkal kapcsolatban, de nézzük meg, hogy van-e esetleg... van-e esetleg jó minőségű rénszarvas... De nem az enyémet szeretném nézni, hanem ezt, igen. Jó minőségű rénszarvas lányzó. Oh, de jó ég. Ja. Lányokat kell... Jesszus Mária.
Na hát, nagy. Jó, muszáj vagyok Ágnessel kontaktálni, annak is szuper állatai vannak. Úgyhogy ha esetleg valakinek szüksége van valami hiper-szuper állatra, ő tenyésztésben csodálatos. Úgyhogy bátran kontaktáljátok vele a Facebookon, vagy pedig a Discord channelünkön keresztül. Jó, mindegy, egy ilyen normál színű csajszit most beraktam, hogy akkor ott elszaporodjanak, mert ők is most már egyre kevesebben vannak, de most azt hiszem, hogy hagyom, hogy mindenki szaporodjon, és aztán maximum majd de nézzük ki az, akit hagyjak, szaporodjuk mindenképpen, jó, te ne szaporodj, jönöm, te ne szaporodj, mert te ne, meg licces te se, meg esetleg, ja, de te igen, bocsánat, te sötét színű vagy, jó. Jó, akkor a normált hagyom, de minden más, csak, vagy egyébként csak a szaporodott, aki aranyszínű, úgyhogy legyen így. A következő, nézzük meg a takinokat. A takinjainknál is bőven elférnének még, hogy állunk takinnal. Húha, ti születtetek itt nálunk. Na jó, akkor azt mondja, hogy titeket visszaengedlek a vadonba, ti nálunk születtetek. Viszont itt vannak csajszik. Igen, ő most megy igen, ő is szegény nálunk született. Jó, én azt fogom most csinálni, hogy őket visszaengedjük a vadonba. Őt nem tudom most már, hogy behelyezzük vissza. Menjünk is át a takinokhoz. Jó, amint visszaért, akkor őt elrakjuk. Viszont mi lenne, hogyha keresnénk addig jó kis takinpasit? Hát, ha van a piacon. Hát, ha van a piac, ennyi? Tényleg? Az előbb ránéztem, és volt. Ja, nem, miért azt mutatod? Hát én szerettem volna a piacot nézni. Ó, na nézzük, most pasit keressünk. Jó, jó kis... Ó, hát el vagyunk kényeztetve takinnal. És nem is olyan drágák. Na, valami jót, jó kis csávót keresünk, ami fiatalt, menjen nekem nagyon öreg. Hát ez a felhozatal, itt volt valami, itt százas volt benne, ő. Jó, téged meg is veszünk, és be is küldünk ide, és nagyon jó párja leszel itt a többieknek. Azt mondja, hogy mi a helyzet, ha csak lánytakint nézünk, vannak-e aranyszínűek? Hát abban elég vacakulálunk. Mondjuk nekünk lányok vannak nagyrészt, egy része nálunk született, úgyhogy már meg is érkezett ide, vagy nem. Téged visszaengedlek a vadonba, hogy te itt ne pasiskodjál. Jó, hagyjuk a takinokat szaporodni. Jó, én azt gondolom, hogy kb. Ennyi volt nekünk itt ez a kis... De már is van, szeret... Aha, már is volt már párzás, szuper. De reméljük azért, hogy egy normál színű csávótól azért a fehéreknek, hát ha ilyen normál színű utódai születnek. Szóval... Akkor ugye itt elkezdődik most egy hatalmas építkezés, mégis álltam a játékot, mert végre elolvadt a hó, és meg fogok látni is valamin. Szóval a jéges medvék jönnek ide, méghozzá egy dupla kifutót terveztem. Hát meglátjuk, hogy lesz, én szeretnék egy ezt a teljes nagy helyet itt kitölteni. Nagyon szeretném ide, hogyha egy pár jéges maci elférne, ezen az oldalon pedig egy valamivel kisebb kifutóban pedig egy darab hím jéges medve. És amit még szeretnék, hogy ide jöjjön egy étterem, illetve ide egy ilyen nagy oktatási pont, úgyhogy ahol előadásokat tartanak. Remélem, hogy minden sikerül itt egy szuszra megépíteni, a pénzünkből kitelik, aztán meglátjuk, hogy az én időmből is kitelik-e, de rögtön jövök vissza, amint elkészültem.
elkészültem a jegesmedve kifutóval, és hát meg kell mondjam, hatalmas építkezés kerekedett ebből, és hát elég sok napig dolgoztam rajta, mire mindenre úgy gondoltam, hogy kész vagyunk, de kész vagyok. Viszont nem minden a tervek szerint alakult, ugye mondtam nektek, hogy kettő kifutót szeretnék csinálni, hát ez nem sikerült, sajnos, ugyanis képzeljétek el, hogy egyébként így nézünk ki, majd mindjárt részleteiben is megmutatom, szóval képzeljétek el, hogy azt gondoltam, hogy ez lesz egy oldal, és itt lesz még egy oldal. Ezen az oldalon, ami egy nagyobb rész, nagyobb fürdő medencével, itt majd lesz egy pár, és itt pedig majd egyedül egy hím lesz majd, és akkor ez egy elég nagy kifutó, hogy legalább akkor így a körbe is mennek, akkor van miért körbe menni látogatóknak, és három állatot is láthatnak, illetve az egyik oldalon ugye a piciket. Na most hát addig pakolgattam a fákat, a növényeket, a nagy sziklákat, a kis sziklákat és mindent, hogy hát gyakorlatilag ez így, ez az egész, ez egy kifutólat, és ez elég egy párnak, és azok kölykének, úgyhogy, vagy kölykeinek, úgyhogy hát szóval rá kellett jönnöm, hogy ezek a jegesmedvék is azért ugye az első DLC-vel érkeztek, hogyha azt gondolom, tehát szinte azt lehet mondani, hogy alapállatok és az alapjátékban voltak, még ha nem is, de gyakorlatilag kialakításra talán mégiscsak, hiszen nagyon-nagyon-nagyon vacakul másznak. Tehát, hogy abban a szempontból nagyon jó, hogy egy pár szikla megakadályozza őket, hogy bizonyos területre menjenek, de viszont abban a szempontból meg nagyon nem jó, hogy a legkisebb kavicsok is, ha magasabbra vannak emelve, mondjuk ezek az aquatic parkban kapott ilyen kis műsziklák, és megakadályozzák, hogy ezek bárhova menjenek. Úgyhogy emiatt a bejárhatósági terület nagyon pici, úgyhogy ez a hatalmas kifutó készült gyakorlatilag két felnőtt állatnak és három bocsuknak, és ez éppen kielégíti az igényüket, és a bejárhatósági terület az éppen-éppen, hogy megfelelő. De mindjárt mutatom is. Hát az egyetlen nagy hátrány, hogy én magam is alig találom meg benne az állatokat. Na, szépen felszállott a hó, aminek egyébként örülök, mert úgy tűnik, egy picit vártam volna, akkor kényelmesebben tudtam volna építeni, viszont abban kevésbé, hogy szépen néz ki egyébként havasként, viszont így jobban látszanak a részletek, szóval, hogyha megnézzük, akkor na, tessék, tehát, hogy gyakorlatilag, mert még majdnem, hogy kicsi. Szóval, hogy őrület. Na de mindegy is, megmutatom, hogy hogyan készült is ezzel, úgyhogy ezen az oldalon, itt láthattok is egy ilyen oktatási pontot, itt, ahol a vízi betekintő van, itt fel lehet ide ülni, illetve ugye itt van egy ilyen víz alatti betekintő, itt megengedtem, hogy az álló látogatók is hallgassák ezt az előadást, hogy esetleg az oktatási szint egy picit növekedjen. Na most, ahhoz, hogy eljöjjenek erre az oldalra, már maga egyébként az oktatási pont is elég volt, amikor oktatás volt, ugye évente egyszer, de azért, hogy még jöjjenek, illetve jelezték a látogatók, hogy éhség meg szomjúság probléma van, úgyhogy ide kioszkokat, illetve egy mosdót is raktam, és még erre az oldalra is, illetve itt hátul van pihenő az értékesítőknek, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon jól néz ki, rengeteg munka volt vele. Próbáltam az oktatási pontot, ami egyébként egy ilyen iszletesen csúnya, ugye ez a mikrofonos cucc, most tudom, rátok-e kattintani, ezt elrejteni ide a fatörzsbe, mert szerintem nagyon-nagyon ronda. Hál' Istennek ezzel nem sétálnak át látogatók, úgyhogy ezen a fatörzsön semmi nem néz ki bután. Szóval ezen az oldalon van egy ilyen oktatási pont, illetve ugye egy víz alatti betekintő, hogyha itt feljönnek, ugye ez le van sűjjesztve, ha itt feljönnek egy picit magasabbra látogatók, akkor üvegen keresztül láthatják itt az állatokat, illetve ugye itt van egy ilyen üvegdóm, amiben be tudnak menni. Hogyha itt jönnek tovább, akkor azt szerettem volna, hogy közvetlenül is lehessen látni az állatokat mindenféle rács és mindennél, mert most nagy szerencsénk van, mert tényleg ide is jött a jegesmacik, és akkor egy ilyen kerítés választja el őket, most azt mondom, hogy icipicit magasra sikerült ez a kerítés, de nem feltétlen. Hehehehe, ez mennyire jó animáció. That's okay. Ezt nem is láttam még ezt az animációt. Ugye én direkt beraktam ugye ezeket a Scottish Pine, vagy valami ilyesmi a neve ezeknek, és abból van egy ilyen kaparófa, vagy egy ilyen dörzsfa, vagy nem tudom, amit tudnak dörgölőzni, és azt ide beraktam így akkor nem is ilyen tájidegen, hogy elég jól néz ki, viszont nagyon jól jönnek ide az miatt az állatok. Szóval itt van egy nagy árok, egy nagy száraz árok, amit nem tudnak ugye a macik átmenni. Hát ezeket a íveket se egyszerű az planetzóban megcsinálni, úgyhogy ez itt végig egy ilyen száraz árkos betekintő. Majd ugye a másik oldalra, tehát elvileg a másik medvének is terveztem egy ilyen
egy ilyen víz alatti betekintőt, úgyhogy itt is be lehet nézni. És akkor itt jön ugye az érdekes rész, ugyanis van itt egy barlang, ahol be lehet menni, bármi be tudnak menni az állatok, és azt lehet kívülről meg is nézni. Ez így néz ki, de megmutatom picit belülről, szóval ez így néz ki. Ez a barlang, ahol be tudnak jönni a macik. És itt szintén egy ilyen szárazárok van, illetve itt megint van egy üveg felület, és akkor visszaértünk ide az oktatási ponthoz. Amin átugrottunk, az nem más, mint egy kis étterem, úgyhogy ez a barlang étterem. Itt nem akartam túl fenszézni, azt gondoltam, hogy nézzen úgy ki, mint hogyha ez a sziklában lenne, úgyhogy ha itt bejövünk, akkor így néz ki. És innen az egyik fala, az gyakorlatilag üveg, és ebbe a barlangba be lehet látni, tehát hogy az volt az elmélet, amit ilyet csináltunk már a Budapest City Zoo-ban is, ott a farkasoknál, hogy együtt lehet étkezni itt a jeges medvékkel, úgyhogy ez vagy az én helyem, ezeket nagyon tetszik, ez, nagyon szeretnék egyszer egy ilyen étterembe elmenni, ahol mondjuk itt közvetlen az állatok ott működnek mellettünk, úgyhogy egyébként most nem látszik, de nagyon népszerű ez az étterem, eddig tele volt mindig egyébként, sőt annyira, hogy ja, mert hogy nincsen. Aha, na igen. Jó, nincsenek értékesítő. Lehet, hogy egy kicsit kevés értékesítőnk van, úgyhogy gyorsan fel is veszek egyet ide, és meglátjuk, hogy beugrik-e. Mert észrevettem, hogy... Igen, akkor ugye ez azt jelenti, hogy ha rögtön bemegy, hogy nem is volt útban senki ide. Szóval igen, kicsit kevés. Ezek itt maradtak, csak próbálkoztam azzal, hogy kikerülik el, meg hogy tudják kikerülni ezt a sziklát, amit mindjárt elrejtjük. Szóval így néz ki, szerintem eszmetlen jó lett, hatalmas munka volt. Időközben egyébként kénytelen voltam ide is tenni mosdót is, illetve egy kevés kioszkot, mert hát itt az evésírással volt probléma. Próbáltam ugye itt szépen körben növényesíteni, hogy mert ez az állatkert széle, most már készülök fel arra, hogy szépen lezárom az állatkertet. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon szép lán, és itt a jeges macink itt is van a víz alán. Ez itt a mélyebb medence, ez 6 méter mély, úgyhogy itt már tud egy kis flikflakokat is csinálni a mi kis macink. Szerintem eszméletlen jól sikerült. Úgyhogy itt már ez a búvár funkció, vagy búvár animáció, ez nagyon jól működik, itt elég mély. Ugye azt gondoltam, hogy erre a sziklára ki tudnak menni. Egyébként ki tudnak, és volt is, hogy láttam, hogy kimásztak arra a sziklára egyébként, ez eszméletlen jól néz ki. Nem akarsz kimászni esetleg? Itt van egy olyan víz alatti etető, ugye ez a halakat itt etetik. Nem már használták is ugye kétszer. Hol vagy, Maci? Szóval így néz ki. Szerintem eszmétlen jó lett. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Egészen természethűre sikerült, úgyhogy... Úgyhogy meglátjuk, egyelőre egy gondozó van, aki ellátja a macikat, és hát keressük is ugye a gondozót, úgyhogy kérlek szépen írjátok meg kommentben, ha szeretnétek a jeges maci gondozó lenni, illetve a jeges medve pár és annak picijeinek, mert időközben picik is születtek, ugye muszáj a játékot közbe futtatnom, vagy hol vannak pontosan, hát elbújtak, úgyhogy ezt nem tudom bemutatni nektek, hogy már hol vannak, akkora hatalmas ez a kifutó, hogy tényleg én magam is alig találom meg a medvéket, most itt a nagyokat látom. De a piciket egyelőre... Ops, ott van egy picike, igen. Ja nem, ez a gondozó. Hát gondolom, éppen takarít. Úgyhogy az ő elnevezésére keresnénk valakit. Jó, úgyhogy kérlek, itt van pici. Úgyhogy kérlek szépen jelentkezzetek, hogyha szeretnétek ezeket a cuki kis állatokat gondozni ebben a gyönyörű kifutóban. Egyelőre szerintem egy gondozó elég lesz, aztán meglátjuk, hogy mennyire van kiborulva, mert ez egy nagyon nagy a kifutó. Viszont rengeteg állat nincs benne, tehát mondjuk itt az ürülékkel talán nincs olyan probléma, mint akár a rénszarvasoknál volt. No, de menjünk is tovább. Van egy kis problémánk, szóval több problémánk van. Egyszer igen, azt mondja, hogy ha már rénszarvasokról beszéltünk, úgy tűnik, hogy a rénszarvasoknál van gond. Jó, ez viszont itt egy kis jó hír. Szóval rénszarvasok. Na nézzük meg. Igen, felnőtt egy kis pasink, és akkor őt, hát én nekem most nincs szükségem rengeteg kreditre, mert sok van, úgyhogy én most éppen csak visszaengedem, amiket a vadonban én nem szórakozok azzal, hogy eladjuk őket. Azt mondja, hogy igen, szóval olcsók vagyunk.
csodálatos, azt tudom támogatni, mondjuk legyen 35 és 34, és akkor meglátjuk, hogy ha ennyivel megemeljük, akkor ki mit gondol. Nézzük gyorsan meg a látogatókat. Igen, még mindig az oktatással van ott, viszont helyre jött ugye a szomjúság és az éjség kérdésünk. Az oktatással van még gond, hát meglátjuk, ugye egyre több és több látogató érkezik az állatkertbe, akik ugye nincsenek oktatva, amikor belépnek, és ugye ez is lehúzza az átlagot. Azt mondja, hogy szemét problémák vannak. Na, így hát hideg van, hát ezzel nem tudok mit kezdeni. Jó, szerintem ez is meg fog oldódni, nincs semmi, amivel itt foglalkozunk. Amivel kell foglalkoznunk, szóval, jó, nézzük a jó dolgokkal, valamit kaptunk. Jó, elértük a 2350 látogatót, illetve tenyésztettünk állatokat, mindent nagyon köszönünk. Szóval, amivel gondunk van, azok a pingvinek. Ugyanis előállt az a dolog, hogy folyamatosan pusztulnak a pingvinjeink, és összesen jelenleg 60 valamelyikben már csak 41 pingvin van, és mindjárt megmutatom nektek, hogy ezek a pingvinek nagy része, tényleg elég nagy része, elég idős már, és gyakorlatilag, ha megnézitek, ezek mind-mind, majdnem a pingvinek szerint a fele el fog pusztulni nagyon hamar. Úgyhogy most úgy döntöttem, hogy próbáljuk meg azt, hogy mindegyiket hagyom szaporodni, és aztán az idősek, hogy elpusztulnak, átveszik a helyüket a kicsik. Azt fogom most csinálni, hogy úgyis látom majd ott a jelzéseket, hogy ugye párzás volt, és akkor egy vemhesség alakult ki valamelyik tojónál, és akkor amikor ebben nagyon sokat kapok, akkor újra kapnak gyógyszert, és akkor azok a picik majd megszületnek, és tudják akkor pótolni az elpusztult nagyokat, de muszáj itt most visszaadnunk a lehetőséget a szaporodásra. Ugyan nagyjából ugyanezt csináltuk a rókáknál, a sarki rókáknál, csak ott már be kellett avatkoznom időközben, mert nagyon sok született, úgyhogy... Most, amit látjátok, hogy ezek viszonylag fiatalok, itt egy nőstény fog elpusztulni, de még nem hogy hány lehet. Hét jó, amúgy se lehet sokkal több itt egy kifutóban, úgyhogy meglátjuk majd, hogyha ő esetleg elpusztul, akkor meglátjuk, ki lesz majd a nőstény, és lehet, hogy egyszer megengedem még, hogy szaporodjanak. Amit még láttam, az, hogy itt születtek picink, itt az örvös maciknál, jó, ők még egyelőre rendben vannak. Úgyhogy itt nincsen gond, te ugye a Trade Centerben vagy. Azt mondja, hogy takinoknál mi a helyzet. Igen, a takinokat kezdtük el hagyni szaporodni, hát megmondom őszintén, de most csak az aranyokat hagyjuk szaporodni. Valami nem jó. Nem, hogy te vagy itt hirtelen ugye ülött. Na, erre kell figyelnünk, hogy hirtelen felnő nagy, és akkor lesz az alfa hím. Úgyhogy... Nem, téged is kiveszünk, hanem Isten mencs. Mindenkit is engednek a vadonba, gyerekek. Tudom, hogy jók voltak ezek a takinok, és el lehetett volna adni őket, de én most nem foglalkozom ezzel. Szeretném, hogyha ugye ezzel a megvásárolt új takin hímmel párosodnának az itteni lányzók, ez a három, úgyhogy igen, erre oda kell figyelni. Azt mondja, hogy most kire kattintottam, két integrálódik. Ja, ez a fiú. Hát akkor integrál ugye gyorsan. Jó, csak 60 és azért itt elfér bőven dupla ennyi is, úgyhogy jó, hagyjuk akkor szépen ezeket szaporodni. Jó, hát a jeges maciknál tudjuk, hogy mi a helyzet. Ott két szép kis pasi született, és a szülők sem idősek, úgyhogy nincs itt semmi tennivalónk. Itt mi a gond? Na ezt nézzük akkor meg, hogy mi a probléma. Lehet a gond. Stresszes vagy. Hát még soha az életben nem jelentkezett ilyen probléma, hogy egy rénszarva stresszes lenne. Hát az alfa hím, hát az, kérlek ezt a jó tulajdonságot ne add tovább a kölykeidnek. Jó, hát ez megoldódik. Ó, igen. Hát itt van olyan problémánk, képzeljétek el, és ezt meg sem tudom magyarázni, hogy ezen az ajtón, ezt meg kell valahogy javítanom, ezt majd kitalálom, hogy az, ezen az ajtón a felnőttek képesek kimenni, de a kicsik nem. Ezért, ha egy kicsi belül születik, nem tud kimenni. Így a területen már kicsi lesz az igényeihez képest, és aztán jelez a jelték, és még tüntetők is jönnek, hogyha az ember nem figyel oda. Úgyhogy ezt meg kell, hogy oldjam, mert ezért nincs rendben, viszont egy nagyon szép kis lányzó, vagy egy kis fekete lányzó, azt a mindenség.
De egyébként nagyon jó született. Úgyhogy, szóval, igen, még az ajándékboltunk mi mindig így áll, most már kell, igen, és mutatom, hogy mi a probléma az ajándékbolttal. Szóval, abban a pillanatban, hogy beindítom a játékot, ez történik. Szóval, akik eddig benne voltak a játékban, amikor az előzőleg kikapcsoltam, azok ide beszorulnak, és csapdába esnek, és nem tudnak kimenni. Úgyhogy ezeket ilyenkor egyenként szépen át kell helyezni, na, és ha szépen lehúz nekem itt mindenféle, és egyet kihelyezek, látjátok, és már elindultak. Némelyik. Ez például még mindig nem. Ő valamiért mindig képtelen kimenni. Szóval, hogy itt még mindig valami nincs rendjén, úgyhogy ettől egy picit elmegyek ebben, hogy csináljam ezt a dolgot. Illetve képzeljétek, azt vettem észre, hogy van olyan, hogy vagy az egyik, vagy a másik kasszához mennek fizetni, és abban a pillanatban, hogy egyébként mennek fizetni, és nincs ott egy értékesítő, akkor ott beszorulnak, és ott maradnak, és megvárják, amíg jön. Most addig szépen csökken az energiájuk, a boldogságuk, meg pláne, úgyhogy ja, Istenem, 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 van itt gond, de oda kell figyelni, hogy itt a kasszában mindig legyenek értékesítők, úgyhogy elegendő értékesítőt kell felvenni. Most mindjárt megnézem, hogy ide rakok be egyet, akkor, vagy ide az ajtóban, hogy akkor beindul-e oda. Igen. Jó, nincs elég értékesítőnk, egyre több és több kioszkot rakok be, és nem raktam be elegendő értékesítőt. Na mindegy, szóval már megint mi van? Na most ne, hát... Jó, valószínűleg ide született, Ethan, és ugyan megint elpusztult, rengeteg pingvinem pusztul, úgyhogy szépen akkor ezeket fogjuk majd, és Majának is lett picinye, nagyon helyes Maja, gondolom ő, igen. Jó, születnek most már, így szépen fogjuk pótolni, jaj, te voltál, aki elpusztult, nem is szóltak, hogy te elpusztultál. Igen, hát ez a nagy helyzet, amikor az ember egyszerre mesél, meg az állatok, azok egyszer is pusztulnak el, jószerivel egyidősek vagy fiatalok, és akkor így kevés különbséggel egyszerre. Hogy éppen ethetés van? Ja, én szeretem ezt az animációt, ez nagyon jó, amikor jönnek vadászni. Ez szupi, ez nagyon cukik ilyenkor. Úgy tűnik, hogy senki sem nagyon-nagyon éhes, nem rontottak rá a halakra. Inkább játszanak egy kicsi. Megmondom, hogy szerintem nem vagyok nagy híve ezeknek, azt mondom, hogy zővízzel a játékoknak egy picit ilyen akváriumszerűnek, egy kicsit ilyen gyerekesnek érzem, nem nagyon tetszenek, de muszáj volt berakni, mert franchise-ról van szó, úgyhogy muszáj volt berakni. Na mindegy, szóval én azt hiszem, hogy minden fontos dolgot megtettünk, úgyhogy tényleg gyönyörű lett a kifutó, eszméletlen szép szerintem, nekem nagyon tetszik. Mindenképpen írjátok meg kommentben, ha nektek tetszik-e, illetve ha élveztétek a mai videót, és szeretnétek értesítést kapni arról, amikor a következő rész is felkerül a csatornára, és nem vagytok még feliratkozva, akkor mindenképpen iratkozzatok fel itt a jobb alsó sarokban a piros gomb megnyomásával tudjátok ezt megtenni, illetve ne felejtsétek el a kis csengőt is bekapcsolni, hogy kapjatok értesítést is egyébként nem fogjátok tudni azonnal, amikor felkerült egy újabb videó. Jövök még Aspenzós részem, aztán... Utána tervezek a csatornára egy kicsi pihenőt, ugye tavaszi időszakra, de erről majd később beszélünk, addig sem maradtok terveim szerint videó nélkül, de majd ezt a következő epizódban elmondom, hogy mit is tervezek. Szóval kérlek szépen, hogy lájkoljátok ezt a videót, ha tetszett, hogy ezt az algoritmus tudja, hogy tetszik nektek ez a videó, és másoknak is feldobja. Illetve igen, hát kommenteljetek, hogyha bármi kérdésetek vagy közlendőtök van. Ne felejtsétek el, hogy keressük ugye a Jeges Maciknak a gondozóját. Úgyhogy aki szeretne jelentkezni, mindenképpen írjon ez a videó alatti kommentben. Nem nézem vissza a régi kommenteket, úgyhogy mindig az aktuális állatra kell jelentkezni, úgyhogy aki jegesmedvét szeretne gondozni, esetleg lecsúszott az előző állatokról, vagy még sosem kommentelt, akkor az most megteheti. Jó, úgyhogy csak további szép napot szeretnék kívánni nektek, nagyon vigyázzatok magatokra, és remélem, hogy találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!